Böcskei Győző vagyok, 1969. május 17-én születtem Kapuváron, és veszkényi származású vagyok. Egy öcsém van, aki családjával és szüleimmel szintén Veszkényben élnek. A tanulmányaimat Veszkényben, Kapuváron, illetőleg Győrött végeztem. 89-ben jelentkeztem ide Győrbe a kispapok közé, Pataki püspök úr vett föl a győri papnövendékek közé, és 95-ben szenteltek pappá. Jelmondatomat Szent Pál apostol korintusiakhoz írt leveléből választottam, hogy mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek, és mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is egykor részem legyen benne. Ez tanulmányaim során, illetve egy-egy atyának az élet példájából fogott meg, akik úgy éltek előttem olyan életpéldával, akik miatt választottam ezt a jelmondatot, és nyilván az ember, mikor egy jelmondatot választ, akkor próbálja a köré csoportosítani az élet ritmusát, fölfogását, hogy elsősorban mindenévé válni Krisztusnak, aztán mindenévé válni az embereknek, és ezt úgy teljesíteni, hogy a meghívottság, a küldetés tudatban, a szolgálatban ott legyünk az emberek mellett. És hogyan látja, hogy hogyan szólítható meg egy győrméretű városban a keresztény üzenettel az ember? Hát igazából most, még csak most érkeztem egy hónapja Győrbe. Igazán nem ismerem nagyon a győri embereknek a mentalitását, egyházhoz való kötődését. Szentelésem után Csornán kezdtem 2 évet káplánként, aztán 11 évig 3 falunak voltam, a plébánosa, Vitnyi csapod és Puszta családnak, aztán ismételten 11 évet Sopronban tölthettem a Szent István plébánián. Hát azokról a helyekről, azokról az emberekről az embernek van képe, illetve üzenete hozzájuk, felfogása, hogy mégis hogyan lehetett megközelíteni. Hát bízom benne, hogy itt is meg lehet találni azokat a lelki pontokat és értékeket, amelyel az ember a hitben, a szeretet által meg tudja szólítani az embereket, és át tudja adni Isten üzenetét számukra. És mi a tapasztalata így általában, hogy mennyire fogékonyok ma az emberek a keresztény üzenetre? Bizonyára szükséges az embereknek a hitnek az elmélyítése, és nyilván akik szentmisékre járnak, templomokat látogatnak, keresik azokat a lelki kapaszkodókat, pontokat, ahol megtalálhatják az ő értelmükre, szívükre, kérdéseikre a választ, és ebben tudunk mi esetlegesen lelkipásztorok segítségükre lenni, vagy akár a prédikációk, szentbeszédek, vagy akár csak az életünk életvitelével megmutatni számukra, hogy melyik a Krisztus követésnek azon útja, amit ők is tudnak utánunk követni. Vagy éppen az ő példájukból merítünk mi, hogy mi is merre fele haladjunk és menjünk tovább. És mit jelent önök személyesen, hogy az egyházmegye főtemplomának, a székesegyháznak lett a város plébánosa? Hát az utóbbi címet ezt nem szeretném használni, ugyanis a kinevezésembe is székesegyház plébánosa kinevezést kaptam, és úgy gondolom, hogy mindannyian a paptestvérekkel együttesen próbálunk munkálkodni Krisztus egyházában a lelkek javára, és én is egy vagyok a többiek közül, vagy a sok közül, és ugyanazzal a plébánosi szolgálatommal, cselekedetemmel teszem a feladatomat, ahogyan a többiek is az adott helyükön. És nyilván, hogy egyházmegyénk fő templomának kinevezett lelkipásztora lehettem, amelyet elsősorban a szűzanyának köszönhetek meg olyan értelemben, hogy gyermekkoromban nagyanyámmal mindig jöttünk a szűzanya kegyképe elé a búcsukra, és hát most ismételten itt lehetek, de minden nap találkozhatom most a kegyképen jelenlévő boldogasszonnyal is. Bizonyára kéréseimet, fohászaimat közelről is ugyanúgy tudom felé elmondani, mint ahogy eddig a távolból tettem meg ezt. És milyen tervekkel érkezett? Hát nézze, tervek azok mindig az emberben ott vannak, megszólítani az embereket, üzenetet átadni, Isten szeretetéről beszélni feléjük. Illetőleg most itt van ez a hatalmas felújítás a székesegyházban, amelyet nyilván nem nekem kell koordinálni, mert erre van egy stáb, aki ezt intézi és felügyeli. Igazából egyeztetések vannak, és tudom ennek, vagy átlátom a folyamatosságát, hogy melyik hajóba, mikor és hogyan folytatódnak a munkálatok.
Hát ezek az épületeknek a felújítása, vagy a falaknak a szépítése mellett nyilván a lelkek templomának az építése elsősorban a papnak a feladata, és igazából ez a terv, amiért az ember egy-egy helyre odaérkezik, és ezt próbálja megtenni.